A következő kísérletünkben aceton és formaldehid vizes oldatát a formalint kell azonosítsuk. Ehhez rendelkezésünkre áll a feeling 1 és a feeling 2 oldat, tehát feeling próbával fogjuk azonosítani a kémcsövek tartalmát. Mindkét vegyület az oxo vegyületekhez tartozik, a formaldehidben aldehid csoport van, míg az acetonban keton csoport található. Következőben elkészítjük a reagensünket, ehhez a feeling 1-ből, oldatból öntünk a kémcsőbe. Majd adagolunk hozzá feeling 2-t, mindaddig, ameddig a keletkezett csapadékunk feloldódik. Először keletkezett egy csapadékunk, ami utána további adagolással feloldódott. Az elkészített feeling reagensüket elfelezzük, beleöntjük a két kémcsőbe, majd ezt követően a kémcsőket melegítjük. Átalakul a színe, már kezd először ilyen zöldes-sárga, majd aztán ilyen vörösesbe megy át, már megindult. Láthatjuk, hogy a két kémcső melegítésével az egyik kémcsőben nem történt gyakorlatilag változás, míg a második kémcsőben történik egy színreakció, most is folyik a reakció, és bekövetkezik egy zöldes, vöröses elszíneződés, amit, hogyha hagyunk a kémcsőt nyugalomba helyezzük, akkor teljesen ilyen téglavörösre fog átváltani. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az első kémcsövünkben aceton volt, hisz az a keton csoport nem lehet kimutatni a feeling reagenssel, a második kémcsőben pedig a formaldehidünk volt, mert az aldehid csoport kimutatására a feeling reagens szolgál. A keletkezett csapadékunk az a rézoxid lesz, pontosabban a réz-1-oxid.